A koronavírus járványgazdaságra gyakorolt hatása az albérletpiacon is megfigyelhető, folyamatosan mérséklődnek a lakbérek augusztus óta. Októberben az előző hónaphoz képest 2,3%-kal csökkentek, még a több havi mélypontnak számító áprilisi szinttől is 0,9%-kal maradtak el, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal és az ingatlan.com lakbérindexéből. Nyíregyházára az jellemző, hogy igen, vannak kínálati oldal, az ugyanúgy megmaradt. Kínálati piacról is fogunk beszélni a következendő 2021-es évben, de még mindig Szabolcs megyére az a jellemző, hogy nagyon sok érdeklődő, aki hozzánk is bejött albérletet keresni, egy tájékoztatás után elgondolkodott, hogy mivel ilyen magasak voltak az albérleti díjak, és még ha egy kicsit fog mérséklődni, még akkor is, hogyha hitelképes, akkor inkább vásárol ingatlant, és akkor a havi törlesztő részletét fogja fizetni a saját ingatlanja után, nem pedig egy albérletet fog érelni. Az utóbbi időben a vírus miatt ugyan mérséklődtek az albérleti díjak, de ezen összegek még mindig magasnak tekinthetőek. A Habitat for Humanity 2019-es lakhatási jelentése arról számolt be, hogy 2011 óta 90%-os bérleti díjemelkedés figyelhető meg az albérlet piacon. Nyíregyházán az albérleti díjak az utóbbi időszakban számottevően nem csökkentek, stagnálást mutatnak. Ahogy az ingatlan, használt ingatlanok eladásában is most már egy csökkenés következik be, várható, hogy az albérleti árak is, albérleti díjak is csökkenni fognak. Mi most jelenleg egy stagnálást veszünk észre, de egy minimális csökkenés már érezhető. Több megyét összehasonlítva azért még Szabolcsban is egészen magas ingatlan bérleti díjakkal találkozunk. Amíg mi is foglalkozunk, egy átlag 50 négyzetméteres lakás még mindig ilyen 65-70 ezer forintért szeretnének a tulajdonosok kiadni. Számítunk rá, hogy várhatóan ezek azért csökkenni fognak a következő évben, úgyhogy jelen pillanatban ez a bérleti díjakra mi jellemző. Körülbelül, amikor reális albérleti díjakról tudtunk beszélni, az egy átlag 50 négyzetméteres lakásnál maximum 1000 forint per négyzetméter. Tehát egy ilyen 45-50 ezer forintért tudtunk akkor albérleteket közvetíteni. Most ezek a típusú albérletek még mindig a 65-70 ezer forintos havi bérleti díjat jelentik. A lakáshitelek kamata drasztikusan csökkent, érdemes lehet ezért minden albérletben élő családnak megnéznie azt, hogy a havi bérleti díj mekkora összegű lakáshitel törlesztésre lenne elég, ajánlotta az ingatlanértékesítő. Az elmúlt években többfajta lakásvásárlási támogatás jelent meg, ezek egy része felhasználható önerőként is, így a támogatási lehetőségek felhasználásával akár saját megtakarítás felhasználása nélkül is saját otthonhoz juthat egy család.